Vesz, úgy látom, az egyes, egy kedves Zsolt. Szeretnélek tájékoztatni, hogy ivadékaim nincsenek, gyermekeim vannak, nálunk Borsodban így hívják, három kisfiam van, és tudod, Zsolt, mind a hármat arra nevelem, hogy lopni bűn, kivált kép az ország vezetőinek, legyenek oly mély nyomot hagyó gazemberek is. Úgyhogy arra kérlek, kedves Zsolt, hogy kérj elnézést a tahóságod miatt, hogy ne legyen, ne maradjon szálka se benned, se bennem, hiszen ugye gyakran jársz Miskolcra, mi felénk, és jó lenne úgy találkozni, hogy tisztán tudjunk egymás szemébe nézni. De van itt más is, hiszen ugye a választásokat megelőző időszakban önök végig hazudták, mondjuk úgy, hogy az elmúlt másfél-két évet teljesen világos volt, hogy amit mondanak, az nem igaz, hogy Gyurcsány Ferencet idézem itt az Echo TV-ben. Képviselő, az egyik főhazugságuk. Meghívtuk önt. Nézze, én két évet vártam, hogy meghívjanak, most két perc türelmet kérek, nyilván meg is fogom kapni, mert kiharcolom magam. Volner János frontális támadást indított önökkel. Önök azt hazudták, mondták, hogy nagyon nagy a különbség a jobbok politikája. Önök azt hazudták, a választásokat megelőzően nagyon sok mindent hazudtak a jobbikra. Az többek között azt is hazudták, az önök állításai nem állják ki a valóságnak a próbáját. Ez a tűnik, hogy tiszteletlenek vagyunk a vendéggel. Nem vagyok tiszteletlen, nem én kezdtem képviselni. Legyen toleráns, kérem, mi is toleránsak voltunk, akkor azt hallgattuk az ön belemondjon itt kiáltványt a stúdióba. Na tehát, Szabó Balázs a Jobbik elnöke, Szekszárdi elnöke azt mondta, azt önök az esti híradóban közé teszik, ezt ide teszem. Legyen szíves, viselkedj. Természetesen viselkedik, ez csak egy mementója legyen. Egy mementója legyen szerkesztő. Figyeljen ide, hogy hazudni bűn. És ezt most nekem mondja, hogy szerint én nagyon sokszor ön azt gondolja, hogy én hazudok. Nagyon sokszor hivatkozik a 10 parancsolat, én az Echo TV-nek de üzenem, hogy hazudni bűn. És akkor térjünk át a mai témára, nyugodtan. Volner János elindította a frontális támadást, meg legyen ez a nemzeti ellenállás, vagy nem. Bőségesen leszünk így. Fele a népszerűségük annak, mint amit 2014-ben volt. Köszönöm, hogy eljött. Remélem máskor is lesz szerencsénk itt a stúdióban. Igyekszem eljönni. Ez volt a napi aktuális, önöknek pedig köszönöm meg. Közbeszéljük a búrra, egy kamerába beszél, és a Hír TV nézőihez beszél. És nyilván Orbán Viktor néző, hogy kellőképpen hazudnak előre. Nyilván ő nézi ezt, igen. Egyébként, hogyha nagyon fontos miniszterelnök úr, hogy Jakab úr, ez egy olyan számos előadás, hogy ezt be kéne fejezni, és engedje meg, hogy feltegyem az első kérdést, amire behívtuk. Köszönöm szépen. Az első kérdés az... nagyon ne fegyelmezzen. Nem, csak fejezze be, mert bocsánat, rendet kell tartanom, mert amit csinál, ne haragudjon, amit csinál, az túllépi a vendégjogot, azt hiszem, ebben nem nyitunk vitát. Az első kérdésem, egy sok mindent szerettem volna megkérdezni. Ezt a szép, hosszú történetet. Nem kérek bocsánatot. Ha megengedik, én nem fogok ilyen monológot mondani ennek a szerencsétlen akárkinek, mert az egész olyan hamis amúgy is. De ő is, amikor itt ezt néztük, ugye üzen nekem, monologizál, megszólít, kedves Zsolt, miközben úgy utál, mint Nyilas Misi a kukorica görödint, én meg pont úgy utálom őt, mint Nyilas Misi a kukorica görödint, akkor mi teszünk úgy, meg szálka a szem. Én szeretném, ha szálka maradnék ennek a csávónak a szemében, azért vagyok, hogy szálka legyek neki. A dolgok érdemi részére kitérve még egyszer, ugye nem gazemberezzük le az ország vezetőit, nem bűnözőzzük le en bloc a parlamentben a velünk szemben ülő Fidesz frakciót, már csak annál is inkább nem, mert azt a frakciót, mint a legnagyobb parlamenti frakciót, sok-sok millió választópolgár választotta meg, tüntette ki bizalmával, inkluzíve önök, akik most itt ülnek ebben a stúdióban. És hogyha Jakab elvtárs lebűnözőzi az egész frakciót, meg az ország vezetőit, nem tudom milyen gazembereknek titulálja, azzal nyilván őket is megsérti, de önöket sérti meg leginkább, önöket, mert akkor két eset lehetséges. Vagy önök ugyanolyan gazemberek, meg bűnözők, mint Jakab szerint a komplett Fidesz, meg az ország vezetői, vagy önök annyira hülyék és ostobák, hogy nem veszik észre, hogy itt mindenki bűnöző. Van egy harmadik eshetőség is, önök rajonganak a bűnözőkért. Ennyit állít Jakab elvtárs, ez a kis szerencsétlen nyíkhaj, aki egyébként tényleg hittel hiszi, hogy megengedheti magának, hogy bemenjen a parlamentbe, és ennyi bűnözőt még soha nem láttam egy rakáson, emlékeznek erre a mondata. Aztán is szenvelgő pofával ide jön, és itt nekem üzenget, ilyen
áll békességesen, hogy mi ne legyünk szálkák. Lószart ne, Peti, szálkák leszünk. És akkor nézzük a lopást. Első hírünk mára. Fekete pénzeket mosattak velünk tisztára a Jobbikban. Tálalt ki a párt eddigi szexárdi tótum faktuma.